Február 14-én a Makuy József Attila gimnázium végzősei ünnepeltek. Ők nem szalagot, hanem a hagyományokhoz híven az éretlenséget szimbolizáló zöld gombot kaptak, ahogyan az itt szokás. Mondott az ünnepség elején, egy bizonyos József Attila idézettel indított. Mi volt ennek az oka? 1922-ben itt Makón írta Attila ezt a verset, és mint köztudomású is a mi tanulónk volt, szívesen emlékszünk rá, és 8 év híján, egy évszázaddal ezelőtt születtek ezek a gondolatok, amelyeket hát ma is elő tudunk venni, és valóban a tűz kapcsán, illetve a kézfogás kapcsán, akármint szellemi kézfogásként is, hát emlékezhetünk Attilára is, és köszönthetjük a tanulóinkat. És ráadásul ebben még bele tudtam vonni ugye azt is, hogy Makóváros közönsége is tüzeskedik időnként a nemzeti ünnepeinken, és hát ez a gondolat szülte a díszletünket, és a díszletünkről mindig meg szoktam emlékezni, ami viszont a végzősöket köszönti. Négy osztály diákjai kaptak ma gombot. Hányan kaptak ma gombot itt az este folyamán? A szép kerek számot tudok mondani. 100 tanulónk végez, és hát a 4 osztályfőnök természetesen, tehát ők 104-en. Mit kell tudni erről a 4 osztályról? Milyen szakosak voltak ők? A szokásos felosztás, tehát a humán részt, a magyar történelem, a másik rész a másik osztálynak angolos, tehát föl van osztva szépen körülbelül fél-fél osztályonként, a matek az informatikával, a magyar a történelemmel, tehát az ismert. És a teljes palettát képviselték itt, a biológia is, amit hirdetünk magunkról, gyakorlatilag az itt 4, illetve 8 év után megjelent. 4 osztályfőnök is van, róluk mit kell tudni, kik ők? Fiatal osztályfőnökök. Valaki először osztályfőnök, a Szabó Sára kolléganő például az első osztályát éli most túl, Huszár Szabós tanár úr már gyakorlottabb. Azt hiszem, hogy Pécelinél Gerencsés Zsula talán a tantestület leggyakorlottabb osztályfőnöke. Neki már nagyon sok zöld és sárga gombja van, sőt piros gombja is, amit tőlem szoktak kapni a tanárok az érettségén. És akkor Nyári Ágika sem először áll már itt, úgyhogy szép paletta ez is, a fiatalok, a kis közép, és hát az idősebb korosztály is képviselve volt, úgyhogy ez is úgy tényleg véletlen most, hogy beszélgetünk, a teljes vertikum felsorakozott. Ön tanította ezt a 4 osztályt, milyen emlékei fűződnek hozzájuk? Tanítottam az egyik osztályt valóban. Hát minden évfolyamban tanítok egy-egy osztályt, tehát ilyenkor előjönnek az emlékek, de 9. és 10. osztályban tanítok én, tehát ilyenkor már legalább 2 év hátrányom van olyan szempontból, hogy emlékezzek a dolgokra.
Volt már rosszabb is, hogy így finoman fogalmazzak, meg jobb is, hát úgy hozták az átlagot. Holnap van a határideje a felvételinek. Nagyjából lehet-e már tudni, hogy ki milyen szakra fog járni, hova adják be a jelentkezésüket a végzősök? Igen, a félévi értékelő értekezletünkön elhangzik ez az osztályfőnökök részéről, de hát azért 100 gyerek esetén most így nem tudok nyilván felsorolást tenni. Nagyon szeretik mostanában az ifjak a kommunikációs szakot. Ez, amit mi most csinálunk például. Aztán érdekes módon, legalábbis számomra, mint aki a természettudományokban van inkább otthon, nagyon érdekes, hogy nagyon sokan választják a pszichológiát. Tehát a humánt az természetes, mert azért a humán tantárgyakat könnyebb megtanulni. Sajnos kevesen választják, de hát ez most már igazán probléma az egyetemeken is, a természettudományos tantárgyakat, és még kevesebben választják a tanárszakot. És a 12. C osztályfőnöke. Hát milyen érzés itt állni, már harmadjára osztályfőnökként? Hát igen, ez egy nagyon különleges érzés. Épp most gondoltam végig, hogy az első alkalommal még a druk van az emberben, ő is szinte diákként kezdi meg ugye itt a bálban részvételt, és most harmadszorra pedig már, mint apuka, olyan szemmel is nézi az ember egy kicsit, hogy milyen lesz majd akkor, amikor az ő gyerekei fognak érettségizni. Mit gondolsz az osztályodról, milyen képességekkel rendelkeznek ők? Én azt gondolom, hogy ami legjobban megmutatkozott itt a bál alatt a táncban, nagyon jó osztályközösség, és a tanulmány eredmények pedig majd az érettségén fognak kirajzolódni, hogy mennyire erősek abban. Hát lassan itt van az érettség is. Milyen útra valót szánsz nekik?
Hát én azt szánom nekik útravalóként, hogy mindig éljék meg a pillanatot nagyon boldogan. Mindig próbáljanak maximálisan kielvezni minden olyan lehetőséget, amit az élet eléjük gördít, akkor valószínűleg boldogok lesznek. Milyen szakosak voltak ők? Ez egy humán osztály volt, volt közöttük biológia szakos is, és talán ez megmutatkozott, média szakos volt az osztály, egyik fele másik biológia fakultációs, úgyhogy inkább úgy mondanám, hogy a humán és a természettudomány keveredett, és ez egy nagyon jó kis egységet alkotott. Mesélj egy picit az élményekről, biztos volt nagyon sok kirándulás, osztálybuli, mit kell ezekről tudni? Hát az osztálykirándulásokról még most is szoktunk sztorizgatni. Sajnos nem tudtunk minden évben elmenni, azért ezek anyagi okok miatt nagyon megterhelőek, de nagyon sok diáknapot és közös rendezvényt éltünk meg együtt, és nagyon sokszor találkozunk töri órán, társadalomismeret órán, úgyhogy intenzív a kapcsolatunk egymással. Végezetül annyit, hogy hát az első két osztályhoz viszonyítva ők milyenek? Mindenki nagyon más. Nagyon jó visszatekinteni, különösen mondjuk egy olyan helyzetben, amikor aki a riportot velem készíti, és a volt osztályomba járt, így talán találkozni fogok velük is olyan helyzetben, amikor talán ki lesznek nekik szolgáltatva lehet, vagy adott esetben pedig segítjük egymást. Je veux s'élever ici sur mon corps, sentir son cours jour après jour. J'ai remonté les tourments pour m'approcher encore. J'ai ton désir ancré sur rien. J'ai ton désir ancré à mes chevilles. Viens, viens. Je fais toi más 8 év, más, mint egy 4 éves osztályt végigvinni. Most látom a saját gyerekemen, aki 5. osztályos, hogy mekkorák voltak ők, mikor elkezdtünk együtt dolgozni. Nagyon érdekes az, hogy gyerekként kerülnek ide, és felnőttként lépnek ki az iskolából. Rengeteg a közös élmény, és nagyon sok idő van arra, hogy összeszokjanak, és mi is összeszokjunk.
lassan kezdődik, vagy lesz az érettségi. Hogyan készített fel őket, milyen útravalót szánsz neki? Ami tőlem származik, az kezdettől fogva az összetartás és a tolerancia, hogy figyeljünk egymásra. És természetesen ez nem elég, és a szaktanáraiktól rengeteg egyéb útravalót kaptak, ami azt gondolom, hogy meg is látszik rajtuk, mert egy nagyon tehetséges, nagyon-nagyon ügyes osztályt engedünk most ki. Lassan itt van a felvételi leadási határidő. Hova mennek ők tovább tanulni? Van-e vár valami tervek erre, ezzel kapcsolatban? Nagyon sok színű a továbbtanulás ebben az osztályban. Van, aki matematikusnak készül, kivételes tehetségű tanuló. Van, aki az orvos és a gyógyszerészi pálya között gondolkodik még, illetve hát nyilván most már eldöntötte, de az utolsó pillanatig nagyon sokat gondolkodott rajta. A közgazdasági pálya, mérnöki pálya, vendéglátóipar, tehát nagyon sok felé mennek tovább. Ha egy-két élményt, pillanatot kellene kiemelned, akkor mi lenne az? Nekem lehet, hogy nagyon visszamegyek időben, de az, amikor felvételiztek, fel tudom idézni, hogy milyenek voltak, amikor bejöttek egyenként, és elbeszélgettünk egymással. Meséljetek egy kicsit róla. Hát igen, csak mozgalmas volt, eléggé van osztály.
34-en indultunk, de végül csak 27-en lettünk, maradtunk. Milyen szakosok vagytok ti? Nálunk úgy van, hogy az A osztály az általános osztály, és 11. osztálytól lehet faktot felvenni, én történelem faktos vagyok. Hogyan készültetek a mai estére? Hát fél év óta próbálunk rá, erre a pár perces előadásra, de nagyon jól sikerült, úgy gondolom. Ha egy-két pillanatot, élményt kellene kiemelni, akkor mi lenne az? De a próbák, rengeteget bózkodtunk és ijeskedtünk, azok emlékezetesek voltak. És ha 8 év alatt, akkor mi lenne az? Az aztán kirándulásra, legfőképp. Mik voltak abban a nagyon jó? Hát minden, hogy ugye együtt voltunk, a bohózkodások, a fényképek, minden. Ugye a közösség, nagyon jól összejöttünk a 8 év alatt. Holnap van a leadási határideje a felvételi papíroknak. Ti hova adtátok be a jelentkezést? Én első helyre raktam a kereskedelmi és marketinget, második helyre a pszichológiát és harmadik helyre a történelmi régészetet. Én egyesen katonatisztit jelöltem meg, másodikán pedig közrendvédelmet, rendőrtisztim. Erre a mai estére látom, hogy nagyon szép ruhában vagytok, egy táncot adtatok elő. Mit kell tudni erről? Hát már szeptember óta folyamatosan táncóráink vannak, ezzel készülünk. Meg hát persze a szokásos előkészületek, hogy ruhavásárlás, vagy kölcsönzés, smink, fodrász. Mit kell tudni az osztályotokról, milyen szakosak voltatok? Hát biológia és média szakosokként indultunk, de most már bármilyen szakot felvehettünk. Féltek-e az érettségitől, hiszen lassan itt van az is? Hát igen, nyilván félünk, de szerintem abszolút teljesíthető. Úgyhogy megfelelő felkészüléssel minden megoldható.
van-e már valami előrehozott érettségétek, ami már megvan? Nekem nincsen. Nekem van matematika és kémia. És hát holnap van a leadási határideje a felvételi papíroknak. Hova adtátok be a jelentkezést? Én Veszprémbe kémia szakra adtam be. Én Szegedre, a Vásárhelyi tanszékére, mint Mineskazda, vagy pedig természetgyógyász. És hát beszélni kellene arról is, hogy melyek voltak a legemlékezetesebb élmények, mik fűződnek az osztályotokhoz. Hát a 9-es kirándulás mindenképpen, ez egy felejthetetlen esemény volt. Meg persze az ilyen iskolai tevékenységben is aktívan részt vettünk. Neked mi volt a legemlékezetesebb élménye? Hát például a tegnapi nap, amikor a fiúk bemutatták, hogy mit szeretnének eltáncolni a fináléba, az egy elég vicces volt. Szerintem ez volt a legjobb. Life is life.
Köszönöm!